Táncos Barna környezetvédelmi miniszter, Sófalvi Sándor Szabolcs marosszentgyörgyi polgármesterrel közösen vett részt a Maros megyei község közvilágítás felújítási munkálatainak szimbolikus lezárásán. A beruházásnak köszönhetően mintegy 20 ezer euróval csökken a település évi energiaköltsége. Maros-Szentgyörgy 2021-ben első között pályázott sikeresen a Környezetvédelmi Minisztérium energiahatékony közvilágítási programjára, és határidő előtt sikerült is befejezni a munkálatokat, jelentette be a sajtónak péntek este Sófalvi Szabolcs polgármester. A községben 1,2 millió lejből tették energiahatékonyabbá a közvilágítást, ennek köszönhetően pedig jelentős összeggel csökkent a település energiaköltsége, amelyet a helyi közösség számára fontos beruházásokra fordíthatnak. 820 lámpatestet szereltünk fel 63 utcában, beleértve Kófalval és Csejt falvakat is, és már összetudtuk hasonlítani a korábbi év villamos energia fogyasztásával, tényleg 50%-kal csökkentem a közvilágítást, illetve ez azt jelenti, hogy évente 108 ezer lejt spórolunk, pontosabban megmarad a helyi költségvetésben, és ezt játszóterek építésére fordíthatjuk. A munkálatok szimbolikus lezárásán Táncos Barna környezetvédelmi miniszter is részt vett, aki a helyszínen elmondta, az energiabarát közvilágítás által nem csak több pénz marad az önkormányzatnak, de az üvegházhatású gázok kibocsátását is csökkentik. Több tucat Maros megyei önkormányzat pályázott a több mint 2 milliárd lejés büdzsé keretén belül az elmúlt 2 évben közvilágítás hatékonyság növelése, és ezzel nem csak pénzt spórol meg az önkormányzat, hanem jelentősen tudjuk csökkenteni országos viszonylatban is a szén-dioxid kibocsátást, ez pedig a klímaváltozás elleni küzdelemnek az egyik leghatékonyabb módszere. A miniszter kifejtette, országos szinten tavaly 1 milliárd lejes költségvetést biztosítottak a közvilágítás energiahatékonyságára, és mintegy 1000 önkormányzat pályázatát iktatták, köztük számos magyar lakta települését is. Maros megyében további 26 településen zajlik a közvilágítás korszerűsítése a környezetvédelmi tárca támogatásával, 24 település pályázatát pedig a nemrég lezárult kiírások során iktatták.